Brassai Sámuel 100 évet élt, 10 nyelvet beszélt, 10 tudományt művelt. Iskolánk 1957 óta viseli a polihisztor nevét. Kedves emlékeim kötnek. Az igazság az, hogy a Brassai, mint középiskola, mint fogalom szóba került, valahogy nagyon, nagyon közel került hozzá. Utólag rájöttem egy csomó olyan dologra, ami meghatározó volt, ahogy mondtad, a szakmámat illetően is, és az egész életemet, a gondolkodásmódomat, a hovatartozásomat, a gyökereimet illetően. Vén diákokat ismerve, minden brassai diák megállja a helyét bármilyen területen. Ugyanakkor szerintem egy brassai diák természetesen tanulnia kell, mert követelményeink vannak, de ugyanakkor számos iskolán kívüli tevékenységen vehet részt, kezdve színjátszókörök, környezetvédelmi körök, sportkörök, nagyon fontos a sport, a kosárlabda az egy hagyományos sportiskolánkban. Körülményeket meg kell teremteni. És próbáltuk megteremteni. Hát az egyik ilyen, ugye, hogy itt különféle rendezvények vannak. Az egyik ilyen a kisokos, amit már 20 éve itt egy brassais kolléganő megálmodott. És segítőkész lelkes tanárok ezt felkarolták. És persze diákok is, és ez most már megyei versennyé nőtte ki magát, sőt, ettől az évtől kezdve az RTI Magyar Matematika versenynek ez megyei szakasza lett. A kilencedikeink is, de nem csak kilencediktől tanulják a gyerekek az idegen nyelvet, hanem első osztálytól. Már a negyedikben vizsgáznak, ötödikben a intenzív angol osztályban, ezért nagy hangsúlyt fektetünk rá, iskola újság működik már nagyon rég, a School News, ugyanakkor színjátszókörünk van angolul, és nem csak angolul, mert duodrámát is szoktunk brassai héten szervezni, ez már angol és német nyelven történik. Úgy szintén a kollégáink a diákokat felkészítik Cambridge vizsgára. Azért fontos az angol, mert ha biológus lesz, ha kémikus lesz, ha filológus lesz, ha informatikus, az angol lassan egy általánosan használt nyelv is fontos. 4 évvel ezelőtt, vagy mikor elkezdtem színjátszókörözni, és elmentünk egy versenyre, Adi,
és az meg felejtetlen volt. Tehát azt hiszem, az volt a sziáncukoros mindenségből a legjobb. Tanárokért, és a, persze a volt osztálytársaimért maradtam itt. Nem is gondoltam arra, hogy bár csak sulit. Szerintem az a jó ebben, hogy nem is voltam kíváncsi arra, hogy mi folyik a többi iskolában. Eleget nyújtott ez, sőt sokat is, és tényleg nagyon büszke vagyok, hogy ide jártam, és hogy ezeket az embereket megismerhettem. Másmikor bejössz az iskolába, hogy egy kellemes arcot látsz, és mosolyog, és nem egy szigorú valaki, aki most mondja, hogy most be az osztályba. Ha komolyan válaszolok a kérdésre, akkor azt mondják, hogy milyen jó volt itt, mert itt törődtek velünk. És ha viccesre fordítom, akkor azt mondja, olyan jó volt, különösen a nagyszünet. Van az angol újság, a Spoonhoz, az megint nagyon jó dolog, ennyi minden érdekes dolgot lehet benne olvasni. Meg ugye van román is, az átfél. Magyar szakos tanár vagyok, de nem azt tartom a legfontosabbnak, hogy mi a tantárgyam, hanem azt, hogy mit tudok kihozni a tantárgyból. Próbálunk élményszerűen tanítani, mert hogyha van egy aha effektus, az megmarad. Hosszú éveken keresztül ezt visszajelzésekből is tudjuk, mert a véndiákjaink is el szokták mondani, hogy tetszik emlékezni akkor, amikor, és mindig van hozzá egy történet. Első osztálytól itt vagyok, és azért jó, mert barátaim itt vannak, akikkel egyszerre nőttem fel. Itt vannak a tanárok, akik megtanították jól az alap dolgokat számunkra. Ez az iskola, itt nőttem fel, ez a második otthonom számomra, tehát a táboraimat is a legtöbbet az iskola szervezte, a jó élményeimet, tehát végül is itt nőttem fel. Tehát ilyen társaságot nem lehet sokkal. Nagyon megszerettem.